Pár héttel ezelőtt még így nézett ki a Hunyadi Sándor utca recsken, amelyet elöntött a kőbányából lezúduló sára heves esőzések miatt. Még azt vettük észre, hogy fullad, fullad, fullad. A fal is már szétes. Mi fullad. Mindjárt kirobáltuk a heverőket, úgyhogy semmi nincs bent. Baranyi István helyi lakos éppen azt mutatja, hogy a sárzajlás után több héttel még mindig lehet érezni a katasztrófa hatását, ugyanis annyira átáztak a falak, hogy a megtelepedő penésztől házastársa nehéz légzésre panaszkodott. Jelenleg is földkupacok és lakatlan ingatlanok jelzik az utcában az okozott kárt, a helybeliek értetlenül állnak még mindig a történtek előtt. Itt is soha nem jött le a víz, itt nincs áru. Épp azon csodálkoztam, hogy nem szabad lett volna, hogy lejöjjön. Miért jött le? Mert odafent a sánc el volt téve, földdel. A gödör be volt, hogy hívják, hol is kerekte az új utat, ahol ment. Mert tudtuk mindig, ahol ennek a másik háznak a hátánál van egy árok, nálam kettő, négy, öt, hat és emelre van fönt három. Tehát hét helyen jött le a víz. A magyar közlönyben nemrégen megjelent határozat szerint a június 8-án történt események miatt a kormány 500 millió forint forrást különít el az érintett recski lakóingatlanokban élők megsegítésére és biztonságos lakhatásuk érdekében. Az összegre elsősorban azért van szükség, mert sok ház építési és lakhatási engedéllyel nem rendelkezik, és nincsenek biztosítva, így őket is igyekeznek megsegíteni. Ezt már a térség országgyűlési képviselője mondta el a helyszínen. Nincsen sablon, nincsen séma, egyedi megoldások lesznek, ez egészen a ház megerősítésétől kezdődően, akár szociális bérlakásnak a kialakításáig fog terjedni. Lesz egy nagyon alapos helyzetfelmérés, a holnapi napon már a megyei kormányhivatal, a vármegyei kormányhivatal és a katasztrófavédelmi főigazgatóság elkezdi a helyszíni szemlét. A károk elhárítását és a megoldásokat, valamint a forrás szakszerű felhasználását a máltai és a református szeretetszolgálat által alapított non-profit szervezet végzi, akik egy jelenlétpontot is létrehoznak Recsken, tette hozzá a képviselő.